A műsor támogatója a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója, a notebookstore.hu. A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres. Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. Annyira sokan, sok helyen nyomják, mint rádió például, hogy megmondja az ember, és van azt mondja, hogy úristen, ez, na, ezt, csak ezt ne. Én nem egyszer, nem kétszer bevalom nőjesen, megkergettem őket a teniszpályán, volt, hogy elcsattant egy-két anyai pofon. Úristen, ki ez a család? Na megmondom, a nyár legdübörgőbb slágerével berobbanó Valmar együttesből ma a Val, vagyis Valgusz Milán és családja, egy klasszikus sportdinasztia jön el hozzám. Itt lesz Valgusz Tamás, a korábbi kitűnő gerelyhajító atléta, edző és sportpapa, Milán, a korábban nagy tenisztehetségnek tartott énekes és zenész, a legfiatalabb teniszpalánta Márk és a jelenleg családban legmagasabban jegyzett profi teniszező, Valgusz Máté is. És persze itt lesz az a hölgy, az anyuka, Vali, aki az egész családot egyben tartja. Úristen, ilyen sokan még sosem voltunk, de ez most klassz lesz. Nagy szeretettel köszönöm tehát a Valgusz családot itt a Csisztú Sportcastban. Vali, Tamás, Márk és Milán, és majd Máté is. Elvileg kapcsolódni fog hozzánk, mert nálunk itt ebben a műsorban nem akadály a távolság, ugye most Parmában tartózkodik egy komoly versenyen. Egy egészen elképesztő mérkőzés van mögötte a tegnapi nap történetéből, úgyhogy remélem, hogy kicsit fogunk tudni majd vele erről is beszélgetni. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy így családostul eljöttetek, mert szerintem azért ez keveseknek van meg így, hogy tulajdonképpen itt ez egy ilyen sportdinasztia tiétek, ha szabad így fogalmazni, és Tamás, azért a te múltadba kezdjük egy kicsit itt a kotorászás, jó? Azért az a 80 méter körüli dobás, ugye, ami végülis, ha jól tudom, gerelyhajítóként a csúcsod volt nagyjából, azért tudomásom szerint úgy derült ki, hogy magad is meglepődtél, hogy ekkorá tudsz dobni így a 10 éves koráit körül, akkor persze még nem 80 méter nyilván. Hát úgy gondoltam, hogy azért a gerelyhajítás az egy jó út az én sportkarrieremben, de hát szerencsére vagy szerencsétlenségre azért volt egy Paragi, egy Németh Miklós ugyanebben a kategóriában. Viszonylag jó nevek, igen. Viszonylag jó nevek, és elég ügyesen csinálták, úgyhogy nekem bele kellett éreznem, hogy az a 80-83 méter, amire én elhajtottam a gerelyt annak idején, az végül is az nekem a csúcsom, vagy a családi csúcs. De az azt jelentette, hogy mind felkészülésben, mind dinamikában, mind hozzáállásban ki kellett járnom ezt az utat, hogy az ember hogy hozza ki magából a maximumot. Igen, de aztán azért az mindenképpen jó startnak bizonyult, hogy a sport az életed része lett. Tehát nyilván aztán, mint edző, mint mester, mint ugye atlétaedző, és aztán ugye, mint sportpapa. A szabad így fogalmaznom. Igen, mi valahogy terveztük azt, hogy sportcsalád, a Vali, a feleségem, ő is végül is sprinter volt, tehát atlétika pályán ismerkedtünk meg. Azt gondoltuk, hogy atléta ne legyen, mert azt tudtuk, hogy az egy évi egy-két verseny, és vagy sikerül, vagy nem, hanem olyan sportágat próbáltunk a gyerekeknek adni, ami azonnali sikerélményeket, tehát labdajáték valamilyen szinten, uh-huh. És bizonyos képességek, amire úgy gondoltuk, hogy a gyorsaságunk, ügyességünk az relatíve adott, azt ha át tudjuk adni, és egyébként tehát tudatosan, én azt gondolom, csecsemő úszással kezdtük a Milánnal és a Mátéval, ami nem derült ki, hogy tudnak úszni, egyszerűen csak a mozgáskultúrájuk az gyorsabban fejlődött, mint bárki másnak. És utána tornáztak, cselgáncsoztak, birkoztak, wow. Görkorcsolyáztak, trambulin, szaltóztak előre-hátra, tehát amit lehetett, síeltek, snowboardoztak. Szóval, hogy akkor egy ilyen multimozgás formát próbáltatok mindenképpen beléjük. Úgy gondoltuk, hogy minél szélesebb alapra indul, uh-huh. akkor bármilyen sportágba
relatíve jó. És akkor választottatok egy ilyen könnyű műfajt, mint a tenisz. Amit olyan kevesen játszanak a világon. Bocsánat, ezt a fiúk választották. Igen? Magának, tehát mi ezt a széles spektrumot megmutattuk neki. Aha. És a Bókai kertben közel a lakhelyünkhöz kijártunk a férjemmel ütögetni, és kivittük a gyerekeket. És hát hiszen ti hobbi teniszesek voltatok, ugye? Teniszesek voltunk, és ott egyszer a fiúk megkérdezték, hogy de anya, mi jó, hogy itt vagyunk veletek, de mikor állhatunk be? És a Milán akkor 7 éves volt, a Máté 5 éves, akkor megkerestük a mellettünk lévő pályán oktató Fagyas Katalint, sajnos ő már nem él, és azt mondta a Milánra, hogy ő tökéletes alanya, jöhet edzeni, de a Mátét még ne vigyem, és így is tettem, mint jó anya, és semmi más nem történt, mint minden edzésen a Máté húzkodta a szoknyámat, hogy anya, én is be akarok állni, hát a Milánnak szabad, akkor nekem miért nem? És ezt Kati néni egyszer meghallott, és azt mondta nekem, hogy most kevesen vannak, jöjjön a Máté. Én, mint aki jól végezte a dolgát édesanyja, letettem a két gyereket, elmentem a büfébe, iszok egy üdítőt. Az első kort után egyszer azt látom, hogy Kati néni érkezik a Mátéval, és gondoltam is magamban, hogy ez nem tarthatott sokáig. Ennyit bírt a gyerek, kész, és erre ezzel ellentétben a Kati néni azt mondta, hogy anyuka, esküdjek meg, hogy ez a gyerek életében most fogott teniszütőt, és hogy holnaptól akkor a Milánnal jönnek edzeni, és ez volt az a pillanat, amikor mind a két fiú ott maradt a teniszpályán, és előtte pedig tényleg, ahogy a férjem is említette, számtalan egy sportot megmutattunk nekik, de a teniszpálya megfertőzte a fiúkat, és ott maradt. Na Milán, neked ez a történet hogy van meg? Mert ezt látom, hogy erősen bólogattál. Arra annyira nem emlékszek, hogy ezt én választom, mint 7 éves gyerek, ez valami, ez nincs meg emlékben. De tényleg, hogy amúgy imádtuk az első pillanattól kezdve, azért abszolút ez egy szerelem sportá vált egész hamar szerintem nekünk. Hát igen, az segített, jó időszak volt, nagyon. Úszással egész jó nyert a versenyeket a Milán. Hát én nézlem egyébként, hogy úszóalkatod is lehetne végül is. A Spartakusznál azt mondták, hogy akkor jövő hét hétfőtől akkor 9-szer kéne jönni. És hajnal 4 órakor találkozunk az úszodnál. Ó, hát igen, az úszás, ez egy csodálatos világ. Ó, de jól döntöttetek ott. Köszi így utólag. Mondtuk, hogy talán az mégsem lenne annyira jó. Igen, kiszeretne. Úgyhogy relatíve befolyás volt, de mind a kettő beleszeretett a teniszbe, és egy dolog, egymással voltak olyan harcban, hogy teljesen mindegy, hogy hol edzettek, ha egymást akarták húzni, legyőzni, jobbnak lenni. Neked mi van meg, Milán, ezekből az évekből? Meg ugye például azt néztem, hogy idén azért egy kis kellemes kis ugye, Magyar Grand Prix kedvéért még Babos Timiékkel is pályára lépte. Tehát ugye végül is azért, hát hogy úgy mondjam, nem dobtad el végérvényesen a zenéért a teniszütőt, vagy igen? Hát most azért nincs sok időm teniszezni, bevallom, azért nagyon-nagyon ritkán. Ja, mi maradt a kezedben? Mi maradt az izmaidban? Hát azért hál' Istennek még megvannak, meg kondizgatok, úgyhogy nem teniszezek, hanem kondizok, az most a maximális mozgásom, ami van, erre van csak időm. Hát az időszak amúgy az egy szép volt, és egyedi volt, mert ugye ketten ott voltunk, és egymást húztuk föl egyrőbben, hogy én akartam nyerni, mint gyerek, ő akart nyerni, mint gyerek, és ez egy olyan konstans húzóerő volt mind a kettőnk számára, hogy Máté, szerintem egy szinten voltunk tudásilag 15-6 éves korunkig, viszont a Máté 2 évvel fiatalabb volt, és mivel 2 évvel lejjebb egy korosztály volt, ezért ő ott nagyon dominált, és nagyon mindent megnyert majdnem az ő korosztályban Máté. Egész de hogy, világ, de Európában. Tehát, hogy amúgy, mondom, ez amúgy, ha nem lett volna ketten a teniszpályán folyamat, nem biztos, hogy ekkora a siker lenne. És vannak ilyen testvérpárok, akik ugyanígy egymást húzták, vagy apuka, vagy érted, de hogy ez szerintem úgy kellett, és tök jó volt, hogy téptük egymást néha. Így alakult. Így alakult. Na de annak mindenképpen van jelentősége, ugye, hogy azért, ha valamit nehézségképpen, kritikaképpen megfogalmaznak a tenisszel kapcsolatban a kívülállók, hogy ez egy magányos sport. A sok utazás, a sok verseny, a satöbbi, ugye amíg az ember eljut oda, hogy legalább adott esetben elkísérheti valaki, egy edző, vagy a párja, vagy egy tréner, vagy és a többi. Ugye azért az is anyagiak és sok minden egyéb függvénye, az, hogy a család egyszer vele menjen, hát ott már olyan szinten kell lenni, hogy ez ugye financiálisan is beleférjen a költségvetésbe. De amikor egy testvérpár ott van, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a mondjuk így egyéni sportos magány, ez azért oldódik, nem?
Hát abszolút, nem éreztétek. Igen, mert nem egy idegennel kellett játszak, tehát hogy teljesen más hangulata volt. Viszont amúgy néha annyira akartunk mindeket nyerni, hogy már ez a jó testvériségre kicsit ráment szerintem néha, igen? Ez az ilyen túlakaró. A rivalizálás. Hogy az egy egészséges körben azért sikerült megtartanunk. Erre de kellett néha otthon rendet tartani ez ügyben? Hát kicsit... ez csak így ment. Aha. Ez kőkemény és szigor, és Milán egyébként több interjújában már megfogalmazta, hogy ő nagyon örül ennek a szigornak, amit kapott tőlünk, mert nálunk aztán rendfegyelem volt, és ez csak így lehetett, én azt gondolom, hogy erre most hálás, és ezt én örülök, hogy ezt így értékén éli meg így már felnőtt fejjel. Persze akkor a fiatalként biztos, hogy nem, hogy ilyen kegyetlen és igazságtalan édesanyjuk van, meg édesapjuk, úgyhogy én nem egyszer, nem kétszer bevalom nője sem, megkergettem őket a teniszpályán, volt, hogy elcsattant egy-két anyai pofon időben, és mindig sikerült őket, hál' Istennek, erre az útra visszatéríteni, és a legnagyobb sikeréket egyébként juniorban sosem fogom elfelejteni, nekem is anyaként nagy élmény volt, hogy volt egy Nike Masters válogató itt Magyarországon, ahonnan minden korosztályban egy fiatal képviselhette Magyarországot, ezt Bahamákon rendezték meg, és két pályán ment a döntő, az egyik pályán a Máté játszott 12 éves korosztályban, a másik pályán Milán 14 éves korosztályban, és körülbelül egy perc különbséggel nyerte meg mind a két fiú, úgyhogy abban az évben Magyarországot a két valkusz fiú képviselte, tehát én azt mondom, kellettől több egy édesanyának jó pozitív visszajelzés. Biztos, hogy nem. Biztos, én azt gondolom, hogy nem. Tehát most a kérdés az, hogy akkor Márka nyertese-e mindezen tapasztalatoknak? Nincs rajta nyomás, ne aggódj. Nincs rajta nyomás. Csak nyomás van rajtad, kisfiam, de na, jól szóval, csinál. Neked már nem volt más utad, neked már muszáj volt teniszezni, mi? Nekem volt mondjuk egy kicsi választásom, mert én óvodás koromban, meg kisiskolás koromban nagyon jól fociztam. Hoppá. És jártam egy héten kétszer foci edzésre is. A tenisz az nekem úgy jött igazából, hogy csak azt szerettem volna, hogy ha én is sikeres lehetek, ugyanúgy, mint ők, és nem volt semmi ismeretlen, tudtam segítséget kérni apától, anyától. Uh-huh. Ez nekem... Hát taposták előtted az utat, az biztos a bátyó helyét. Az jól jött, viszont most már kicsit hátráltat is. Na. Hát, hogy minden egyes versenyen jól kell teljesíteni. Hozzájuk hasonlítanak? Igen. Húha. Olyan. De ezt engedd el amúgy, ez nem helyes kijelentést felőlük szerintem, tehát ezen ne stresszelje. Próbáljuk meg elérni a családban jelen pillanatban legmagasabban jegyzett teniszezőt, ha szabad így fogalmaznom, mert hogy Máté ugye kim van párnában, hogy már a műsor ellen is mondtam, megpróbáljuk őt kapcsolni, mert nagyon szeretném, hogy kicsit elmondaná, hogy sikerült ez a torna, és vajon hogy halad per pillanat a dolgaival. Szia Máté, szívből gratulálunk, valami egészen komoly dolog történt veled tegnap, egy picit meséld el, hogy mi is volt ez? Sziasztok, igen, itt vagyok Parmában, egy 125 000 dollár özvegyezású versenyen, ahova úgy jöttem ki, hogy teljesen felkészületlenül, edzés hiányban. Úgy csalogattam ki a barátnőmet is, hogy gyereki hétvégére kimegyünk, max nyerek egy meccset, és utána Milánóba elmegyünk kicsit vásárolgatni. Mondjuk engem is Parmába bármikor ki lehetne csalogatni egy ilyen hívással, tehát azért ez nem esne nehezemre. Na úgyhogy barátnőmet így sikerült kicsalnom, de azóta is itt vagyunk, ugye péntekre ébredtünk, és hát 8 között vagyok, tehát már 4 meccs benne van a lábamba. Nem egyszerű meccsek, hiszen nagy neveket vertem meg nagy mumusokat, akiket még soha. Úgyhogy nagyon nehéz meccsem volt, például tegnap 2 óra 50 percet töltöttem a teniszpályán, végén már azért izomgörcsökkel szenvedtem. Nagyon-nagyon intenzív meccsem volt, talán egy eddigi legértékesebb a karrierem során, és az, hogy megnyertem, az egy csodálva határos dolog volt. Úgyhogy egyébként mindent félretéve nem érzek semmit sem a tegnapi napból, tehát egy minimális fáradtságot, mint egy jó hosszabb nap után, de semmi izomláz vagy ilyesmi, úgyhogy ez szerintem ez egy tényleg egy csodálva határos
dolog. Pláne úgy, hogy tudjuk, hogy milyen nehéz időszakon vagy túl, és sérülések, betegség, és hogy te magad is mondtad tulajdonképpen ezt az egész viadalt, nem is gondoltad komolyan, ami persze idézőjeles, mert nyilván egy profi teniszező mindent komolyan gondol. De azért abban a tekintetben most mekkora önbizalom fröccsez neked, Máté, hogy milyen valóban nehézkes, betegségekkel tarkított időszak van mögötted, hogy tulajdonképpen képes vagy ilyesmire, nem csak egy ilyen hosszú mérkőzésre, de mondjuk egy olyan kiélezett helyzetben is győztesként lejönni a pályáról, amilyen a tegnapi mérkőzésed volt. Hát igen, egyébként 18 éves korom óta minden évben egy ilyen 5-6 hónapot összesen összeadva kihagyok. Tehát hatalmas előnyt adtam így a korombeli játékosoknak ezzel, hogy állandóan kihagyok. Most a wimbledoni versenyre is úgy utaztam ki, hogy mononukleózisom volt, de úgy voltam valahogy azért mégiscsak, hogy wimbledon is megpróbálom. Úgyhogy most amiatt kellett egy hónapot nagyjából ülnöm, utána volt egy fáradásos törésem, ami megint egy hónap csak fekvés gipszben, semmit nem tudtam csinálni, még a lépcsőn se tudtam lemenni, utána egy hónap gyógytorna, és utána tudtam csak elkezdeni újra edzeni, és az izmaimat felépíteni a szó szerint a nulláról, mert teljesen elsorvadt a lábam, úgyhogy semennyit nem tudtam készülni konkrétan ezekre a mérkőzésekre. Volt egy ilyen felvezető verseny a GS Tennis Clubban is, ahol még nem voltam semmilyen állapotban, tehát oda szinte tényleg nulla edzéssel mentem el, csak azért, hogy edzésként kihasználjam a lehetőséget, hogy kaptam egy szabadkártyát. Úgyhogy azóta tényleg a meccsekkel edzettem fel magamat, hiszen otthon is nagyon rossz idők voltak végig, salakon nem is nagyon tudtam edzeni, végig kemény pályán bent, szerintem a verseny előtti héten szerintem 3 vagy 4 órát teniszezhettem, és azt is csak bent. Úgy értem ki, hogy 8 órát levezettünk kocsival, és amikor ideértünk Pármába a teniszklubba, az autóból kiszállva 8 óra vezetés után mentem 1 órát játszani, hogy valamennyit üssek. Úgyhogy elég szűrös egy kaland ez a Pármai, de ahhoz képest elég jól tartom magamat, és már a 8-ban vagyok, egyébként nem is olyan későn, pár óra múlva fog játszani a 4-be kerülésért. Igen, nem is akarunk sokáig feltartani pont ezért, és tényleg külön köszönjük, hogy egy ilyen kiélezett viadal közepette, de hát mégiscsak a családoddal együtt szerettünk volna téged is itt köszönteni, úgyhogy még egy picit maradj, mert azért muszáj megkérdeznem a jelenlévő családtagjaidat. Egyrészt kicsit az anyai szívem is megszólal, mert tudom, hogy sportolóként mit jelent egy sérüléses időszakból, pláne egy tartósan sérüléses időszakból feljönni. Szóval, Vali, most ami a tegnapi napon történt, és valóban ez egy talán karrier fordító pillanat is lehet, ez hogy élted meg? Otthon voltunk, néztük a meccsét, és ilyenkor az apjával jobb egymástól messzebb, úgyhogy én az emeleten követtem. Tényleg? Így van. De miért összevesztek? Nem azt, hogy összeveszünk, az érzelmeket másképp éljük meg, és másképp vezetjük le, és kicsit ugye az emelet és a földszint között egy kis idő eltolódással az apja reakcióiból én már követtem, hogy mi történhetett. Bevallom nőjesen, döntőszett 3-5-nél én sem adtam volna Mátéra egy forintot sem, hogy ő ezt a meccset megnyeri. És olyan erők mozdultak meg ott a Máténál abban a körben, abban a gémben, amire azt mondtam, hogy tényleg ez az, amit, és föl is tettem a megosztó portálokra, hogy Atya Úristen, ezt a meccset vissza kell nézni, és ez egy olyan meccs, ami egy életre beépült, nem csak a mi retinánkba, hanem a Máténak a testébe is. Úgyhogy tényleg, ahogy a Máté fogalmazott, én is osztom a véleményét, hogy élete egyik legnagyobb és legnehezebb meccse volt. Az ellen a Gianmarco Moroni ellen, akit gyermekkora óta személyesen volt szerencsénk ismerni, együtt jártuk Európát, a szüleit is ismerjük. Úgyhogy így módon nagyon nagy skalp volt valóban. Tegyük rendbe, hogy ennek a tempónak, ennek az évnek a végére, vagy a következő évnek az elejére hol kéne lennie? Meg szoktad-e fogalmazni magadban akár világranglista helyezésben, vagy adott esetben tornagyőzelmekben, hogy mondjuk egy ilyen következő negyed évben mit mársz magadtól? Hát igazából ez a salakos szezon lett volna az az előrelépés, amit én vártam és számítottam, mert itt nagyon-nagyon jól ment a játék, vertem top 100-os játékosokat, csináltam elődöntőket nagyobb versenyeken, úgyhogy én itt vártam magamtól a nagyobb ugrást, csak hát pont nem tudtam a sérülés miatt a lábtörésem, fáradási törés miatt
versenyezni, úgyhogy ez az utolsó salakos versenyem, és utána megyek vissza, vagy hát megyek rá a kemény pályára, kezdődik a szezonja, úgyhogy elég nehéz lesz ott majd, teljesen más stílus, más játékot kell azért játszani, mégiscsak azért gyorsabb borítás, de az Ausztral Open az abszolút lehetséges, sőt, ezen a versenyen is meg tudom csinálni. Hogyha döntőt játszom, akkor top 200-as, top 200 körül tudok elhelyezkedni. Úgyhogy az már egy nagy mérföldkő, hogyha egyessel kezdődik ugye a nevem mellett a szám, és az garantált 4 Grand Slam-et jelent kvaliba, úgyhogy az mindenképpen egy hatalmas cél ezen a versenyen, hogy elérjem még azt, de van ezen kívül még egy ilyen 5-6 verseny, ami beleszámít az Ausztral Open nevezésig, hogy odaérjek, úgyhogy abszolút 200-on belül szerintem az év vége az abszolút reális, hogyha úgy nézzük, hogyha úgy játszom, mint az eddigi versenyeken, mert ugye akárhányszor indultam eddig az évben Challenger versenyen, mindig egy ilyen 16 pontot azért el tudtam hozni, bármikor is elindultam, bármilyen sérültem, még a Romániában úgy mentem, hogy fájó lábbal, és úgy is nyertem 2-t a főtáblán, úgyhogy abszolút reális az, hogy én az év végére 200-ban legyek bármiáron. Szuper, Máté, ezt kívánom neked, mindannyian ezt kívánjuk, azt gondolom, hogy a magyar tenisz életben is ez egy óriási, fontos mérföldkő lenne, és minden adottságot, tehetséget megvan hozzá, úgyhogy most már tényleg csak azt kívánjuk, hogy semmi ne állja utadat, leginkább egészségügyi akadályok ne legyenek, amelyek eddig azért itt tornyosultak előtted, mert akkor úgy tűnik, hogy akkor hasítasz, úgyhogy hagyunk is menni, mert mindjárt fontos meccsed lesz, és nagyon köszönjük, hogy most Pármából bejelentkeztél, hiszen mégis azért így volt teljes a család, a Valkusz család, akiket most itt ebben a műsorban szeretnék ugye vendégül látni, és hát ez történik. Úgyhogy sok sikert, nagyon várjuk természetesen a menetelés további részleteit. Szorítunk. Köszönjük. Szia, puszi. Úristen, na hát akkor végig is elérkeztünk ehhez a pillanathoz is. Elébredtem erre a szóra. Hát nem is tudom elképzelni, ezt hányszor hallhatod, hányszor találnak most manapság meg ezzel, ugye? Érdekes, hogy... Berobbantatok érdekes, a Valmárral. Érdekes, hogy fenomén lett ez a szó, illetve ez mint zene. Hogy már úgymond egy-két helyen láttam, hogy trend már utálni, idézőjelben. Tehát, hogy igazából... úgymond akkorában nőtte ki magát, hogy most már, hát egyetemen nekem már heróltom a rég tőle, de hogy annyira hallgatják, és annyira sokan, sok helyen nyomják, mint rádió például, hogy megmondja az ember, és már azt mondja, hogy úristen, ezt ne, tehát hogy ezt ne jelzni többször. És hát... Ez egy rossz érzés, mert végül is valahol, amikor az ember bármibe belefog, akkor ugye, akkor azt szeretné, hogy egy olyan elismerésben legyen része, úgyhogy az elismerésnek sokféle formája van, ennek történetesen a hallgatottság, ugyebár, ha valaki mondjuk a zenei világba lép. Szóval, hogy ez most már kellemetlen? Igazából ez azt mutatja, hogy úgymond sikeres lett a dal. Nagyon, túlzottan is talán. Ez Olyan nincs. Nézd meg azért a nagy nemzetközi sztárokat, tehát nyilván... Magyar szinteken úgymond ez sikeresebbnek számít, viszont azt, hogy most utálják, és már rendes utáni engem, ez amúgy hidegen hajt, tehát hogy amúgy ezen nem stresszelek. Te nyilván akkor is egy hatalmas változás mellett döntöttél, amikor végül is a zenei világ felé indultál el. És miért? Tehát benned volt ugyanaz a fajta kíváncsiság a zene iránt? Benned vannak azok a gének? Én nem tudom az oroszlánokkal mennyire összeegyeztethető a zene szeretete. Szóval, hogy ez hol jött? Vagy ez ugyanúgy döbörgött benned, mint a sport és a tenisz, csak le volt nyomva, mert több volt a sportaktivitás? Hol kezdjem? Én nem jártam általános után sportgimnáziumba, mint a Máté. Szerintem, tehát most azt kezdtem mondani, hogy apadt egyre jobban a tenisz edzések színvonala, és igazából szépen lassan leváltotta a zene közben az egészet. Tehát, hogy én nem az volt, hogy én az életemet rátettem a teniszre, mint a Máté már gimitől kezdve. Tehát, hogy nekem azért volt terem másról is foglalkozni. És ennek a másnak a középpontjában az zene volt, ha jól értem. Igen. Hát jártam gitár zeneiskolába még,
Meg valamiért nekem volt... Tehát van zenei képzettséged? Van, viszont hát azt nem mondanám tudásnak, mert elfelejtettem, úgymond. Tehát a klasszikus újpengetős gitárt tanultam, és úgymond azt mondom, hogy nem is lehet manapság annyira alkalmazni. Inkább akkordok vannak, amik popban működnek. Szóval nulla a tudás jelenleg, de hát nem vicc a gitára hát jelenleg. Ez zeneiskolában hát tanult négy évig. Max tudat alatt megmaradt valami a gitár zeneiskolából. Klasszikus gitárra járt, tehát szolfézsórákra járt, tehát ezt tényleg nem mondhatjuk, hogy ja, igen, de tehetségesnek lehetett mondani, mert volt egy kotta, és a kottából egyből el tudott játszani valami. Tehát érzéke valószínűleg, hogy volt, de ugye, mint mindenki, ugyanezt, akár a sportot, akár a zenét, az mindennapi gyakorlás kell. Világos. Hozzá. Ennyi. De vonzott ez a világ, és gyakorlatilag viszonylag hamar megtaláltad akkor a tenisz után ebben az utadat. Igen, és... hát volt egy film, a Rocksuli, meg emlékszem, lehet apa mutatta, én szerelmes lettem abban a filmben, hogy tényleg a kicsi srácokból a Jack Black, mint főszereplő, formál egy rockbandát az amerikai zenész pici gyerekekből, hogy gyertek, és hát én azt mondtam, hogy én ezt akarom. De 12 de évesen. Hát annyi gyerek álmodozik arra, hogy egyszer lesz egy zenekara, annyi igen. gyereknek van zenekara. De én ezt halál komolyan gondoltam, tehát az a különbség, és hát halál komolyan. Itt tartunk, tehát hogy nem csak egy komolyan gondoltad, hogy gondoltátok, ugye Marics Petivel, hanem ebből most azt kell mondanom, hogy Magyarország egyik sikerbandája lett. Ugye ez az év, ez rólatok szól, gyakorlatilag tényleg kifolytatok a rádiókból és mindenhonnan, ahol csak lehet a közösségi felületeken, mindenféle megosztókon. Miért vele, és miért ebben a formában alakult ez a kis band így? Mármint azzal, a Pettivel, Andó? Igen. A Pettivel? Uh-huh. Ugye nagyon rég ismerem őt a teniszvilágból, ő is teniszezett, mint én. Hát ez... Olyan 16 éve szerintem innentől most kezdve, vagyis visszaszámolva. Egy gimiben is jártunk, évfolyamtársak voltunk, és én kezdtem a zeneírást a nulláról, először ilyen elektronikus DJ zenékkel a szisztémát. Az eltelt 4 év, az alatt szerintem kialakítottam magamnak készségszintre a számítógépen a zeneírást, amivel már tudtam mit kezdeni utána. És itt jött be a Peti, hogy tudtam, hogy jó hangja van, poénból ott, egy kocsiba ültünk, és aztán voltam a zene, és akkor rárappeltem a rapre, ő ráénekelt az énekre, és mondtuk, hogy hú, ebben lehet, hogy van valami, tudod, próbáljuk meg egy covert. A legelső feltöltésünk ilyen cover videó volt, egy olyan feldolgozás egy zenéből, és amúgy viszonylag hát felkapták, ilyen 50-60 ezer lett gyorsan nullás csatornára, ami nagy dolog volt, és írtak rá a zenekiadók is, hogy srácok, ebben van valami, viszont a cover nem elég, kell saját zene, és magyarul. Tehát, hogy ösztönöztek arra, hogy írjak pop saját Walmart zenét. És onnantól kezdődött, hogy a diszkográfia idézőjelbe az első 10-15 zene barzalmas volt, mint Walmart szerintem. Jó, hát akkor már nem. Tehát akkor azt az első 10-15-ről csak ti tudtok, maradjunk egy hát ide? Még maradt fönn pár YouTube-on, de hogy ez evolúció által most már azt mondom, hogy ez már nem tetszik, szerintem. Így gondolom, igen. És hát onnantól kezdve a mai napig itt vagyunk, és így születtek a zenék. Röviden. Nektek tetszik? Az a zene, amit nagyon szeretjük. Mondtad akkor azt, hogy nem. Így, ezt hozzáteszem. Na. Nehéz volt. Tehát amikor nehéz volt megszeretni, vagy az egész életformát most megszeretni? Most képzeld, hogy a családi házban élünk, ahol az emeleten volt a gyerek szobája, és ő elkezdte a zenét szerkeszteni, és ő szerette volna este, éjszaka, éjfélkor szerezni. Azon túl stúdióként működött a szobája. Munkából megfáradtan az apjával hazaérkeztünk. Bejáratnál 10-12 pár cipő fogadott, ami azt jelenti, hogy a gyerek stúdiózik. Jöttek, mentek nálunk a sztárvendégek, úgyhogy... És egyik cipő sem volt ismerős. Hát amúgy azért, kiket vittem oda, mesélj. Igen, tehát itt nálunk az LL Junior-tól kezdve megfordultak olyan sztárok, hogy csak kapkodtuk a férjemmel a levegőt, a Manuel járt hozzánk hosszú hetekig, hónapokig, úgyhogy ez nem volt ám egy egyszerű gyaloggalop, sőt volt olyan, hogy mi indultunk munkába, Milán meg hazaérkezett munkából, mert akkor ő már ugye DJ-zett is, tehát azért voltak ennek árnyoldalai, és ugye van egy márkunk, aki meg még általános iskolás, neki a pihenésre, nekünk is a pihenésre szükségünk volt, és azért voltak összecsapásaink ezzel kapcsolatban. És remegett a fal. Effektív, a hangos volt. Tehát igen. Mondtam Milán, hogy ezt nem lehet másképp hallgatni. Mondom, fülhallgatni. Nem. Ez csak úgy, hogy a szomszéd is hallja, az is hallja.
meg a fal. Hát ez azért úgy el tudom képzelni. Ahogy a sportot mi megágyaztuk, hogy szabad így fogalmaznom, hogy azért én elárulom, hogy a fiúknak a zenei karrierjét ugyanígy. Tehát ha csak azt említem, hogy én kismamaként a fülhallgató a pocakomon volt állandóan, ha azt említem, hogy a Milán is meg a Máté is végtelenített lejátszóba, CD lejátszó éjszakánként ment a szobájukba, arra azon aludtak a Vivaldi-tól kezdve, tehát tényleg komoly zene, akkor szoktunk viccelődni, hogy azért a nagymamája az egy Bartók Mária névre hallgat. Én tehát énekkaros voltam. Az apja énekkar, tehát vannak itt azért... Itt volt ez a levegőben. Abszolút volt zenei vonal is, igen, ha így nézzük, meg azért nem véletlen jött az, hogy Máté dobolt, ugyanígy zeneiskolában a Milán gitározott, tehát ugye a zenét is próbáltuk impulzusként bejuttatni a kis lüktető életünkbe, hogy tényleg ez a spektrum elég széles legyen. De akkor is az egy csodálatos élmény volt, amikor sose felejtem el a pillanatot, jöttek le a Petivel a lépcsőn az emeletről, és Milán megszólalt, hogy anya, megírtuk évszázad dalát. És mondtam, hogy na erre én is kíváncsi vagyok. Az Úristenre, amikor kimentünk az autóba, berakta a gyerek a CD-be, mert hozzátartozik, mindig az autó volt a tesztkörnyezet, hogy hogyan szól, mert én is erre tanítottam őket, hogy kisfiam, az a jó zene, amikor anyád beül, ott ülök, és beindulok, és verem a kormányt, és jár kezem lábam, és tényleg erre én is azt mondtam, hogy Úristen. Az Úristen amúgy nem ott készült, nem a régi házba készült már, hanem az újba. Tehát ez de ott hoztátok le nekünk a CD-t, nem? Ott hoztátok le a CD-t, igen. Na jó, szóval minden esetre ezek szerint az egy fontos visszajelzés, hogy anyáik mit gondolnak. Te melyik csapathoz tartozol? Te még szereted az Úristent, vagy már te is unod? Én alapból nem nagyon szeretem az ilyenfajta zenéket. A Milánét azt pont kedvelem, mert benne van a fejemben, hogy ezt ő csinálta, meg hogy a respekt a bátyóira. Igen. Okay. A másik pedig az, hogy én szerintem a média vagy a médiában látom, hogy a melyik korosztály nem kedveli annyira most már, tehát az ilyen tinédzser 17-16 évesek már nagyon unják, és az ilyen 12 éves, 13 éves lányok a TikTokon, vagy bárhol a nyomják, azokat nagyon leszokták szólni. Te mit hallasz? Tehát neked most benne a suliban ciki, hogy a te bátyád énekli ezt részben, ja. Nyilván, vagy nem? Nem az. Szerintem ez egy nagy megtiszteltetés, hogy nekem ilyen bátyám van. Mondjuk az igaz, hogy szoktak miatta néha cikizni, vagy nem tudom, bármit. Mivel? Hát küld hozzám őket. Mondd, hogy jó, behívom és lerendezem. Küld hozzám őket, aztán ez van. Nem, hát azért egy... Kíváncsi ők, mivel cikiznek? Kíváncsi ők. Na, mivel cikiznek? Na, most itt ország világ előtt létsz. Az, hogy nem juttatja be a backstage-t a kellő számú osztálytárs. Az unokatestvéreimnak nem hiszik el, hogy én vagyok az unokatestvére. Tehát, hogy videót kell csinálni, hogy gyerekek, nyugi, én vagyok. Igen, de sőt volt, hogy minket se akartak beengedni, mondok, hogy mi vagyunk a szülők, és mondták, hogy hát ezt bárki mondhatja, oké, ez óriási. Na jó, viszont tehát egy helyen bármennyire is szerettél volna előjönni azzal, hogy már pedig te vagy a te, hát hogy úgy mondjam, azért Ázsiában a kutyát nem érdekelte, tudomásom szerint, ugye, hogy te és Péter mekkora sikert futottatok be Magyarországon. Egyszer. Ázsia Express, szóval, hogy... Ez már, engedd meg egy kicsit azt mondani, ez már egy picit a celeb vonal. Tehát, hogy itt már azért beköszönt ez is. Jó volt? El kellett menni oda? Vagy? Hát, igazából előre nem tudtuk, mire számítunk, hogy kerekperec. Tudtuk, hogy ez egy kaland lesz, húzós lesz, nem lesz pénztelefon, stb. Nem volt egyszerű, viszont egy életre szóló élmény szerintem, és sose fogom elfelejteni. Tanultam is belőle szerintem emberileg, emberi szálon. És, magadról, vagy a másikkal való együttműködésről? Mi volt igazából, amit azt mondod, hogy nyereségként el lehet könyvelni, akár a személyiséget fejlődésében? Egyik szerintem az, hogy mindenkihez ugyanúgy állj, szólj, tisztelettel akárki, akár hogyan is van. Uh-huh. Tehát, hogy, mert nagyon jó kezeltek minket mindenhol, és ez pozitív csalódás volt a világban, hogy tök jó, hogy ilyen a világ. Uh-huh. Hogy nem tudták, hogy kik vagyunk egyértelműen külföldön, és akkor semmire nem gondolva, csak azt látják, hogy itt a bandukolsz, és akkor azt mondják, hogy vegyek kaját neked, vegyek piát, és amúgy én nem fognám arra, hogy csak a kamera miatt, mert szerintem nem csak a kamera miatt, hogy ezt most... Ennyi, mert egy stáb mozog körületek, ezt azért tudni kell, persze, de... De hogy mondom, tehát én ember, az emberekben pozitívat csalódtam, és ez engem feltöltött, és én is
azt szeretném, hogy rólam mindig azt mondják, hogy benned pozitívan csalódtam, mint ember, mert hogy így állsz hozzá, úgy állsz hozzá, mint mondjuk ők álltak ott. Ő nem olyan, mint a többi, már most megöl ez a könyv, és a térde fölött fordja, ő a szomtyája. Peti tartogatott meglepetéseket, mint ember, hiszen azért ugye ti most néha egy kicsit több időt is együtt töltötök, mint amit lehet, hogy szeretnétek. Ugye itt együtt laktok, és nyilván az egész koncert életetek gyakorlatilag 24-07-ben, ahogy mondják, ugyanúgy zajlik. Szóval, hogy ezek azok a szituk, amikor az ember hogy igazán megismeri a másikat, hogy milyen karakter, hogy tényleg lehet-e rá számítani, cipelni kell magad, mint egy nehezéket, vagy pont fordítva. Szóval? Hát azért mi nagyon-nagyon sok időt töltöttünk amúgy is együtt, így. Ázsia Express előtt is. Uh-huh. Viszont így más megpróbáltatások jöttek azért, mint egy úgymond normális hétköznapi életben. Szerintem nem volt semmi probléma egymással, azért mentálisan szerintem elég erősek vagyunk, és el tudjuk raktározni a konfliktusokat, el tudjuk raktározni a kudarcot, sikert, jó helyre szerintem. Szóval azért nem mutatott a Peti annyira új dolgot. Ugyanúgy küzdöttünk, csapatmunka volt, ha úgy volt, és pozitívan mentünk előre mindig. Ti, akik szigorú szülőknek tűntök nekem, a szigorúság alatt természetesen egy őrületes, szeretet alapú rendszert értek, mert azért az három pasit el kell menedzselgetni, meg ugye nyilvánvalóan négy férfit, én inkább innen közelítenem meg a dolgot. Szóval, hogy a ti értékrendetekbe ez a fajta kicsit celebkultúra, meg ami nyilván a zene kapcsán most körülveszi Milánékat, ez hol van? Nekünk ezt újra kell, nekünk is meg kell tanulni. Uh-huh. Tehát mit jelent ez családra, rokonságra, ismerősre? Social media örjöngés körülöttük. Hogy mondjam, még fölhívnak, hogy jöjjön hozzánk születésnapra, bármi pénzt meg tudunk adni, iskolába lépjél fel. Tehát nekik is, meg nekünk is azt kell mondani, hogy sajnos nem, mert a minőség, amit relatíve ők már képviselnek, nem mehetnek oda bárhová előadni azt a 2, 3 vagy 5, 10 számot, és ezt nekünk is meg kellett érteni. Tehát mi az, hogy visszautasítotok egy-két dolgot, és ők mondták meg, hogy pontosan azért, mert hogy egy szintre fölléptek minőségben, előadásban, egyébben, azt nem lehet csak elszórni, már bocsánat. Világos. És hogy ez nem egyfajta rátartiság vagy megképzeltség, hanem inkább egyfajta talán megválogatása annak minőség az útnak, is nem? Minőség is. Én nagyon örülök neki egyébként, a Milánnak ilyen kvalitásai mindig is voltak, hogy ő szeretett szerepelni, és ez, hogy ennek ő most teret kap, ez a celebség, hogy kérdezted, én ebben is támogatjuk most a Milánt. Egyetlen egy dolgot kérünk tőle mindig, soha ne felejts el, hogy honnan indult, hova jut el, és azt az értékrendet, amit otthon megkapott első élete 18 évében, azt mindig vigye tovább. És szerintem a sikerüknek ez az egyetlen egy nagy zálog, ami miatt berobbantak ők, hogy ezt az értékrendet a színpadra föl tudják vinni. És az, amikor fölhív engem a gyerek a színpadra, és megköszöném, és megölel, nagyon sokszor olvastam olyan kommentet, amiről most már leszoktam, de az elején még igen, hogy... Anya is már. Igen, már ő is edukálódik ebben a világban, igen, és hogy az, hogy na innentől kezdve érdekel a Valmar. Tehát az, hogy azok az értékrendek, ugye ők most a Tiniknek egy nagy idol kategóriában igen, vannak. Igen, igazi bálványai ezt. Így van, és nem mindegy, hogy mit közvetítenek. És én ezt kérem mindig is a Milántól, hogy maradjon meg az az ember, és azt az értékrendet vigye. És hogyha ezt egy picit morzsát, cseppet sikerül a mai fiatalságnak eljutatni, akkor én, mint anya már újra megint azt mondom, hogy büszke vagyok rá. Én hadd mondjak még egy dolgot, amit részben a Máté, hogy mondjam, amíg meg nem értette, addig a szemünkre hányta. Tehát én azt mondtam, ha csinálsz valamit, ugye ez ilyen sportolói vagy edzői kategória, akkor azt komolyan csinálja. Tehát abban a minőségben, ha már belefetszolsz valamit, akkor a középszerűsége ne állj meg. Tehát akkor járd ki teljesen ezt az utat, zenében, teniszben, a Márkot ugye az iskolában mondjuk, hogy kiadsz valamit a kezedből, akkor az legyen az, hogy már bocsánat, ezt Valkusz Márk csinálta, és nem pedig, hogy hát ugye a többiek is ugyanúgy letolják. Nem. Tehát mi ezt próbáltuk gyerekkoruktól kezdve ezt az alapelvet, hogyha már csinálod, akkor úgy csináld. Ha egy meccsed van,
akkor ne bohóckodjál, akkor, tehát ezek így hogy mondjam, mindig mondtuk. Igen. És, tehát, vagy ezt követeltük, vagy mondhatjuk, hogy ez volt az alapelv, aminek nem mindig feleltek meg, de mindig eszükbe jutott. Világos. Még egy dolog, egy záró gondolat, Milán, nehéz ez manapság, amikor sikítozó lányok, hogy mondjam, tényleg százai, ezrei vesznek beleteket körül, amikor tényleg tízezres koncerteket adtok, amikor Szikora Róberttel zenéltek közösen, amikor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen felkerültetek egy olyan polcra, ahol nagyon sokan szeretnének a garázszenekarok közül felkerülni, vagy a hálószobai zenekarok közül. Szóval, hogy mennyire nehéz ezt a fajta értékrendet, ezt a szülői józanságot megtartani, amikor tulajdonképpen hát el is lehetne ebben merülni. Mármint, hogy most arra reflektáltál, hogy igen, azt mondta anya, hogy maradjak ember mindig, és maradjak igen, olyan, amit ami mindig is voltam. Igen. Hát ezt én támogatom, tehát hogy szerintem ez csak így lehet. Ez egy alapvető emberi hozzáállás, illetve egy mentalitás, ami, hogyha ez megváltozik, ez egy legalapabb konstans emberi jellem szerintem, ami amúgy kell. És ez nem kérdője, ez én bízok benne, hogy mindig is így marad, én tartom magam ehhez. Kicsit nehéz, mert amúgy relatív, hogy kinek mi, ami fér bele, és mi az, amire azt mondja, hogy hú, te beképzelt XY. Ezért nehéz, de amúgy szerintem, hogyha egy egészséges ilyet tartasz, amit anya mondott, azzal sose lesz bajod. Azt kívánom magunknak, hogy minden 5-10 évben tartsunk egy ilyen családi összejövetelt, ha meg tudjuk nézni, hogy hol tart a zenekar, hol tart a következő generáció, és amúgy valóban azok az értékek, hál' Istennek, remélhetőleg együtt vannak még, amelyek a ti utatokat kijelölték, így mint egy sikeres család. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám. Nagyon köszönöm. Sziasztok, podcastban, és mindenkinek köszönöm, aki velem tartott. Remélem, hogy ennek a beszélgetésnek a hanganyagát a podcast felületeken meghallgatjátok, és természetesen találkozunk majd itt a Csisztus Podcastban legközelebb is, hiszen ilyen izgalmas, értékes történeteket csak itt láthattok és hallhattok. Köszönöm. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Szabó Eszter, stábigazgató Molnár Géza, a produkció média menedzsere Görgényi Gabi. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szegeres Krisztának, a dekorációt Hága Józsefnek, vagyis Pepének. A Csisztus Podcast értékesítését Kosaras Renátára és Víg Milára, vagyis a Miller Sportra bíztuk. A műsor támogatói a Prestige Hotel, a Margaret Fenzi, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója a notebookstore.hu. A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres!